srácok, ma újra kickoff mérkőzést fogunk játszani, és arra gondoltam, hogy legyen egy Hollandia vs. Belgium, ilyen mérkőzés még úgy sem volt, és majd jövő héten újra nézegetni fogok a kommentekről, hiszen nagyon jó ötleteket írtok, mindig figyelem, mindig felírom, tényleg nagyon jókat írtok, csak most gondoltam, legyen egy kis Belgium vs. Hollandia, ilyen mérkőzés még úgy sem játszottunk, ezekkel a csapatokkal sem játszottunk, úgyhogy ugyanúgy hoztam 6 csomagot, 3 csomag első félidő, 3 csomag második félidő, közben a fókusz az nem nagyon akar itt lenni velünk. Eredményjelzőt behozom, és akkor nyissuk is ki az első félidő első csomagját, és nézzük meg, hogy miket sikerül nyitni. Viszonylag nagyon sok belga meg holland lapot nyitok, úgyhogy lehet, hogy egy elég jó kis gólzáporos mérkőzés lesz itt. Egy szlovák teammate-tel kezdünk, azt van itt nekünk egy svájci, egy olasz Bonucci és Münier. Jó voltából 1-0-ra vezetnek a belgák már itt rögtön az első csomagból. Hát, megindult az a golzsák, reméljük így is marad. Zommer, aztán van itt nekünk egy finn játékos, egy kódlap, és nézzük a különleges lapokat. Egy cseh fans favorite lap, és van nekünk egy Bernardo Silva Jewel lap. Nem volt még meg, nagyon szép. Kicsit így erre döntöm, hogy nehogy látszódjak, ugye? De majd elérjük a 2000 feliratkozót, akkor majd lehet szó arról a face revealerről. Akkor majd lesz egy ilyen kérdezfelelek, stb. Kis videó. Nézzük is a következő csomagot. Van itt nekünk egy Shakirink, van itt nekünk egy Barellánk, egy Sunin, egy Dan Dolberg, van itt nekünk egy török játékos is. És 3 csillogos lapunk lesz, nézzük is. Az első egy Gerard Bale fans favorite, és ott van alatta egy Szalai Orbán Maestro Prodigy magyar multipül lap. Megy ide szépen középre, és van nekünk még a végén egy Elvedi defensív rakunk. Továbbra is 1-0 az állás, és bontsuk az első félidő utolsó csomagját. Hát, ha a hollandok van, még a belgák itt megnövelik az előnyt, ugye? Egy Milik, aztán van nekünk egy ukrán játékos, Kamara, Pickford, még egy ukrán Stepanenko, Pellegrini Olaszország, és a kettő különleges lapunk pedig egy Team Sparv fans favorite lap, illetve van még nekünk egy francia multiple itt a legvégén. Hogy 1-0-ra vezet az első félidőben, Belgium-Hollandia ellen. Menjünk is át a második félidőre, és nézzük meg, hogy mit sikerül alakítani itt a srácoknak. Kicsit így abban maradtak a gólok, pedig én azt hittem, hogy itt hatalmas nagy gólzápor lesz. Bár még van ugye 3 csomag, ki tudja, mi fog történni. Egy Sterling, Lewandowski, Roberts, ott is van, Aké, egyenlítenek a hollandok. 1-1 lett az állás. Menjünk is tovább, hát ha még van itt jó kis lap, Trippier, aztán egy Cigánkov, Ukrajna, kódlap, az egyik különlegesünk egy Eriksen, és még van nekünk egy ukrán multipül lapunk itt a legvégén. Menjünk is át a második csomagra. Egy belga mezzel fogjuk megkezdeni. Hát majdnem elsiklottam felette. Egyből, a belgák. Hát újra 2-1, megint vezetnek egy góllal. Van nekünk egy Jorginho, keeplierünk, itt van a kódlapunk. És nézzük is a teammateket. Lucas Hernandez, Eden Hazard, 3-1 a belgáknak, alatt ott van nekünk Nikolic is. Nagyon király, megy ide fentre a magyar multipül laphoz. Van nekünk még egy Immobilénk, van nekünk egy Alex Králunk, illetve egy Cristiano Ronaldónk Portugáliából. Hát a belgák nagyon bekezdtek itt a második fél időben. Lehet egy kicsit megijedtek, hogy a hollandok is szereztek egy gólt, aztán hajaj, nehogy baj legyen. Inkább gyorsan bedobták a meszt, meg Hazard még rásegített egyel. Nézzük az utolsó csomagot. Van itt nekünk egy linerünk, Ausztriából. Aztán van nekünk egy Zané, Németország, Perisic, Horvátország, Suchek, Csehország, egy Zobni, Oroszország, egy Brandt, Németország. Hogy 2 különleges lap maradt, viszont az egyikről ugye tudjuk, hogy egy orosz mez, a másik pedig egy orosz multipül. Hát orosz mez alatt mi más lenne, ha nem orosz multipül lap. Ez lett volna ez a jó kis szombat délelőtti mérkőzés. Belgák legyőzték 3-1-re a hollandokat. Számítottam azért, hogy belgáktól sok lap jön, viszont eddig a hollandoktól is általában szokott jönni jó sok lap egy-egy bontogatás során. Most valamiért csak Aké jött, lehetni pihennek a srácok. Ez lett volna ez a kis mérkőzéses videó. Holnap vasárnap pedig Müller túra lesz, gyerekek. Nagyon sokan kérdeztétek. Nekem is hiányzott, és tudtam lootolgatni. Jó kis Haalandra fogunk vadászni meg Szoboszlai lapra. Úgyhogy ez lett volna ez a szombati videó. Ha tetszett, dobjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, még nem tettétek meg, és találkozunk holnap, azaz vasárnap,
addig is legyetek jó, sziasztok!